Köszönjük szépen, jó esélyt kívánok! Hölgyeim és uraim, ez a heti hetes 301. adás, a másodszor találkozunk ebben a gyönyörű szép megújult díszletben, és 2007-ben is meg tudjuk ígérni, hogy igyekezni fogunk legalább azon, hogy felettessük önökkel a hétköznapok gondjait, és akik ezt most megteszik, Szilágyi János, Dávöldi János, Ternádi János, Váncsa Judit, Hajós András, Andrással nem szórakozunk végül is, Farkasházi Tivadar. Egyébként ezek ilyen pszichológiai felmérések, hogy úgyis mindenki azt hallja, amit hallani akar. Úgyhogy nem is biztos, hogy valaki észrevette, hogy össze-vissza kevertem a neveket. Én például már évek óta nem a te hangoddal, mert csak ezt nem akarja senki. Sőt, nekem különvetítenek egy olyan verziót, amiben én vagyok a műsorvezető. Édesek vagytok, hogy eljátszátok. Egy jó van benne, hogy én is csak hologram vagyok. Megnéztem a múlt heti adást, és annak voltunk, mint a hófejek és a hét törpe. Mindegy, hogy kievett a tányékámból, kívott a poemból, mindenki kereste a helyét, és bocsátot szeretnék kérni, mert azt mondtam, hogy lökött áru feltöltök, és szeretném megmagyarázni, hogy mire gondoltam, ez egy kétértelmű szó, mert arra gondoltam, hogy ha egy áru feltöltő szólsz a bevásárló központban, akkor ilyen ilyetten... Mintha meglökték volna olyan. Igen. Sőt, ki hoztalak Teddy a szarból az ember. De, mert szegénytől ugye, ha megkérdezed, hogy mi van a boltban, hát 50 ezer féle áru van, úgyse tudja, tehát állandóan lökdösik össze-vissza a főnökök, hogy mit pakoljon föl a polca. És ettől lökött, igen. Így gondoltam, elnézést. Egyszer megkérdeztem, hogy hol a darált hús, egy ilyen, én ha bemegyek egy ilyen nagyon, ahol nagyon sok ember van és mindenki vásárol, akkor nekem ilyen vértolulásos pomagránáttá változik a fejem egy idő után, és megkérdeztem, nem nagyon szoktam kutakodni, hogy hol a darált hús. Mutatta, hogy ott van, oda mentem, nem volt ott, visszamentem, hogy dehogy, biztos én, dehogy a darált hús. Hát ott, így ezt mondta, ott. Már akkor kerestem egy másikat, nem találtam. És négy ilyen segítővel beszéltem. Hát valószínűleg ez lett a probléma, mert én teljesen rossz fele mentem, már ilyen pontyok voltak mindenfelé, és nagy szóval azért jó az, ha van segítség. Jó jön a segítség időnként. Arra nem gondoltál, hogy esetleg vásárolsz húst, és az otthon ledarálod? Ez nem olyan egyszerű ez szívem. Az a baj, hogy akkor ahhoz már ezzel az erővel... Tudni, hogyha az ember vásárol húst, akkor legalább egy átlag, egy olyan körvonalas fogalma van arról, hogy mégis mit visz haza, viszont a darált hús, egy előre elkészített massza, ami a legkülönbözőbb nehéz vegyipari hulladékanyagokat tartalmazza, cipőtalpat, gumiradírt, ami van a környéken, hogy beledarálják, tudod, és a darált hús, 5 napos egyébként is büdös. Ha kiöntöd az asztalra, és magától elkezd mászni, akkor már ne használd fel. Pisztikám, ebben teljesen igazad van, és mindig engem is figyelmezhetnek, hogy ott kell előtte megdaráltatni, de veszek egy fél kiló darált húst, akkor beletesz egy fél kiló húst, és kijön belőle az a fél kiló, ami már benne volt, mert amíg ugye eljut odáig, az pont egy fél kiló. Teljesen igazad van, kérlek szépen, de az első világháború után elterjedt Magyarországon egy elmés szerkezet, amit húsdarálónak hívtak, rá lehet csavarozni az asztal szélére, itt belerakja az ember az apróra vágott húst, itt tekeri, és kijön belőle a darált hús. Friss. Pláne, ott van ugye is. Én értem, csak ez veled fordul elő, de próbáltál te már így húst darálni? Mert én nekem mindig össze-vissza akadt az egész, és nem jött ki belőle. Én már öreg ember vagyok, Kikuskám, és az én gyerekkoromban égvilágon semmi bajot. Tehát a lényeg az, hogy próbáltam, és általában sikerült. És a darálót könnyű elmosogatni? Ott a mini, hát neked még kéne elmosogatni. Az élet nem rózsalugos. Tehát nem azért születtünk erre a világra, hogy élvezkedjünk benne, hanem küzdjünk, harcoljunk, és nagy nehezen elérjünk valami eredményt. Darált húst, for example. Éljen a pasír! No hát ez az. És a pasit azért meg is van sütve, úgyhogy azt se látod, hogy előtte mászott. Na, mi a fasír többes száma? Fák sírtak. Hogy 2007... Én ismertem egy fizikust, aki otthon 100 tojást főzött el, mert meg akarta oldani, hogy a tojás sárgája helyébe teszi a kaviát, és hogy olyan főtojásokat tudjon csinálni, aminek a sárgája pont a közepén van, érted? Hogyha kiveszi, akkor szép esztétikusan középen legyen a kaviár. És ahhoz, hogy 3 tojás megköltsön
kaviárral, ez egy 100 tojást főzött el, amíg rájött, hogy mit kell csinálni, elmagyarázta. Hát, hogy nem. Hogy 100 tojásnyi kaviárja semmiképpen nem, nincs, hanem, hogy... mind középen van. Mondja, nem az, hogy nem az volt a baj, nem törakta bele, azt rögtön látja, hogy a sárgája nem középen volt. Na de hogy mi, hogy kell megcsinálni, hogy középen legyen a sárgája? Elfelejtettem, elmagyaráztam. Most volt egy nagyszerű fizikus volt a Friderikusznál, és egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogy állítólag háromféle agyunk van. Van egy hüllő agyunk, egy ősemlős és egy újkori emlős agyunk. Na most nekem melyik van? Igen. 2007 az aranydisznó éve, amely csak 600 évenként jön el. Az ekkor született ember becsületes, tisztességes, egyenes beszédű és jó szülő lesz, kényelmes és gazdag élettel. Könnyen átlátja a dolgokat, népszerű, hosszantartó barátságokat köt és jó szomszéd. Szőuli lapok szerint e hiedelmek miatt sokan keresik fel a szülészeteket, hogy még az idén születhessen gyermekük. A malac a mi szilveszteri hagyományunkban is felelhető, hiszen neki kell kitúrnia a szerencsét. Ha valaki nem hiszi, akkor kérdezze meg egy 600 éves embert, nem? Hát utoljára akkor volt. De és Szóban nem tudják, hogy a gyerek az nem a szülészeten kezdődik? Tehát hogy az, miért azt keresik fel ezt? Az Korea. A vége. Korea, ugye? Szóval, igen. Teljesen mindegy, mert ez és akkor ott is kell elszületni? Nem. Tehát ha én azt akarom, hogy egy szókimondó, kedves, drága gyerekem legyen, akkor idén ott csinálom meg. Nem. Már idén nem. Is elkezdtem. Ezt csak szeretnéd, vagy nem. Elég... Ha biztosra akarsz menni, akkor célszerű, ha Koreában csinálod meg. Én ugye utána néztem ennek a... Dél-Korea. Utána néztem ennek az egész dolognak, és az derült ki számomra, hogy erről az aranydisznó dologról csak a dél-koreaiak tudnak. Tehát az, hogy most aranydisznó éve van, ez az ő fixa ideájuk. Tudjuk, a kínaiak, akik ugye hangyaüzényivel többen vannak, mint ők, azok úgy tudják, hogy most a tűzdisznó éve jön. Tűzdisznó. Semmi aranydisznó, ilyen, hogy aranydisznó nincs is. Tudnélék, hogy már 5 elem és 12 állat egy kombinációjából állnak össze az évek, tehát most tűzdisznó éve jön. Ez az lényege az egésznek. Az jó? Na most, hogy jó-e a tűzdisznó? Kérem szépen, hát a disznó az egy vizes jegy. Az 60 évenként ugyanaz, nem? Igen, tehát 60 év. De jól el van. Tehát a disznó az egy vizes jegy, ugye már ha láttunk már disznót, nem darálva, hanem az eredetiben, ugye? Ahogy röf, igen. Na most a disznó a vízben érzi jól magát, ha vizet lát, akkor megforog benne egy pacsál. Tehát egy vizes állat. A tűzzel, most a tűzdisznó éve jön, ugye nem nagyon fér össze, ezért az év folyamán a kínai asztrológia szerint feszültségek várhatók, ellentmondás van a tűz és a disznó között. Hogy konkrétabb legyek, ugye hát például vegyük Magyarország miniszterelnökét, ő speciál egy vasbivaj. Na most... A vas az itt ebben az esetben nem játszik külön, az összejönne a tűzzel. Viszont a bivaj megint csak vizes állat, mint a disznó. Nagyon jól összejön a disznóval, de nem jön össze a tűzzel. Az a másik ember, aki a miniszterelnök helyébe folyton be akar ülni, az viszont kérem szépen víznyúl. Igen. Nem lesz ebből bajunk neki. Víznyúl. Hely csinálja. Vissza! Na most mi van? Én földbivaj vagyok. Földbivaj. Na most ugye a víznyúllal az a probléma, hogy a víz meg a tűz, hát ezt abszolút ellentmondásban van egymással, úgyhogy kérem szépen én azt üzenem, hogy tessék mostan nagyon vigyázni, mert ez nem az az esztendő, amikor a nyúl viszi a puskát. Ezt a Gyuszi Mattava is tudta, mert... És mi az, hogy disznó mindegy, már címkézik, az, mi az, hogy disznó szerencséje van? Hát az nem a kínai őzéből gondolkodásmódból fakad, de hát... De hogy a disznó kitúlja a szerencsét? Vagy igen. Ugye már új évkor azért szokás nálunk malacot fogyasztani, hogy kitúrja a szerencsét a földből, és azért eszünk lencsét, szilveszterkor, hogy sok pénzzel legyen a következő évben. Az osztrákok emellett pedig még, az osztrákok ugye nem sült malacot fogyasztanak, hanem földfejhúst, mert ahhoz tormát esznek, a torma pedig egészséget hoz. Tehát megvan egészség, szerencse, pénz. Hogy már kisebbségi érzésem van, ilyen okos ember
között ülni, mint te vagy, csak így kapásból most már mennyi mindent elmondasz. Mellett. János, érezd! Olyan bivaj, torma, a darálásról, annyi mindent megtudtam, egyszer le fog feled ülni, de azt a tévé ne vegye föl, jó? Én hogy szerencsém legyen, kimentem a lóversenykor szívesz... Kinek a szerencséjére tettem? Szívesztelkor kimentem a lóversenyre, és tényleg minden befutott, megfogtam, és kaptunk ajándékot kifelé menet, kapott mindenki egy patkot, és a Mimi is kapott egy patkot, meg én is kaptam egy patkot, és néztem, hogy a Mimi még kapott fényes patkot, én meg ilyen szürke patkot, és aztán rájöttem otthon, hogy a Mimi patkója a hármas, az enyém meg kettes. Nem, az Mimi azért fényesebb, az vizes patkó, az rendesen le van mosva. Az egy földbivaj. Nem, a tiédnek lószaros. Mert az egy földbivaj patkó valójában. De a, miért te vagy a súlya, vagy hogy? Hát az egyik női patkó, a másik férfi. Na de hát... Konkrétan ezüstből van, a másik meg nem. Na de egy patkót hogy kell holdani? Hát kérdezd meg egy lovat, hát ne nézzi! Hát ez a... Ez a rendes patkó. Hétköznapi patkó, ez meg a báli patkó. Hát nagyon jó. Voltak otthon még patkó, én hoztam nektek, hogy legyen szerencsétek egész éve, adjál neki patkó. Tebi, lobot nem hoztál, mert... Nem. Jaj, bocsánat, még egy pillanatra visszakérhetem. Igen, így, az egyik használt, mert állítólag az hozza a szerencsét, a használt patka, amit már hordott a ló. De ezek most kiválogatják a legjobb patkót. Amit már hordott... Mert őneki van egy ilyen képessége a földbivajoknak, hogy nézzék meg, én rajtam marad a patkó, és el is tudom görbíteni. Jó, klassz volt, nekem tetszett. Köszönöm. A nyugat-franciaországi Nantban mintegy 600 ember tiltakozott szilveszter éjjelén az új év eljövetele ellen. Még egyszer ledobhatod. Éve. Nem még a egyszer ledobhatod, aztán elveszlek. Mi lesz, vagy elveszlek? Ezt jól megmondta? Elveszem a patkódat, erre gondoltam meg. Ja. Hátra kötjük a patkódat. Transzparensükön, ez volt olvasható, nem akarunk 2007-et, most jobb. A résztvevők akkor sem jöttek zavarba, amikor éjfélkor elkezdődött 2007, ekkor azt kiáltozták, nemet mondunk 2008-ra. Ezeknek a francia tüntetőknek egész egyszerűen ide kellett volna jönni. Vagy innen mentek oda tüntetni. Ez a kettő lehet, igen. És akkor azt mondták, hogy mondjon le. Igen, a 2006-os év. Hogy mondják? Mondjon le, lemondom. Francia, mondjon. Mondjon le. De lehet, hogy tényleg milyen jó hangzik, Kossuth-téri kalandozók, nem? Tehát elállasszuk Európát ilyen. Szerintem ezeket rátolták Franciaországon, nem? Nem oda akartak menni. Őrület, hogy mennyire provinciálisak vagyunk hozzájuk képest. Szóval mi még a miniszterelnöknél is ott tartunk, hogy Gyurcsán húzzon el a francba. De hogy egyszerűen mindenki, meg eddig sem tudtuk el, hogy mindenki húzzon el. Igen. Vagy hogy ugye rendszerváltást akarunk ezt. Nem akarunk rendszert. Ugye? Semmilyet. Nem kell rendszer. Francba. Jó, hát itt ezzel a hírben nincs benne, hogy aztán visszavitték őket az ápolók, és aztán úgy köszönöm, ez nincs benne. A Jaroszláv Falszáknak volt egy pártja 1912-ben a Svejk írójának, és ilyen jelszavaik voltak, hogy tiltakozunk a mexikai földrengés ellen. Igen. De az új éve csak anyámhoz nem hozták ki a héten a rádióújságot, mert most ilyen anomáliák vannak a lapterjesztéssel, és telefonon reklamált, és azt mondták, hogy nyugodjon meg, a jövő héten kihozzák neki. A múlt heti. Igen. És mondta, hogy ő nem igazán kíváncsi a múlt heti rádióújsága, és eszembe jutott, hogy amikor 1980-ban először voltam Erdélybe, amikor Kolozsváron megérkeztünk a főtérre, oda Mátyás Szoborhoz, akkor elkönyörögték, odaszaladtak öten, mert látták, hogy egy sportújság van nálam, és kiderült, hogy semmilyen újsággal nem lehet előfizetni, magyar újsággal, Erdélybe egyetlen újsággal fizethettek elő, a rádió újsággal, amit egy héttel később kézbesítettek nekik. Abban a rendszerben konkrétan engem olyan hátrányok értek, hogy én azt hittem, hogy a rádió újság miatt mondom, amit az előbb említettél, hogy a rádió újság az azoknak a nagyon szegény embereknek van, akinek nincs rádiója, és ott akkor megveheti újságba azt, hogy a gazdagok azok a rádió mit hallgatnak. És vannak ilyen szegény csatok, hogy lapozgatják. Tatjana levele, most az van. 4:18-ig az van. És mit vásároltál a sportért, amit eladtál vagyonokért?
Te beszélsz, aki Moszkvába egy jubelé adtad a nejlon szatyot? Én utálom a nejlon zacskót, az igazság. Na és akkor mit csináltál? Tessék? Na nem érdekes. De a farmer rohadt, azt letépték rólam. Azt és úgy maradták? Farmert eladtam. Egy visszautasíthatatlan árat adtak érte. Úgyhogy bementünk egy WC-be, elkértem a pasinak a borzalmas nadrágját, lecseréltem. De mondköztetek azért valami, nem? Aztán vettem egy valami fúrógépet a farmer árán. Az volt, csak fúrógép volt, azt hoztam. Nazim Hamed újabb súlyos pofont kapott. A jelképes ütést Erzsébet angol királynő vitte be a hercegnek, megfosztva őt a brit birodalom rendjétől. A világ egykor legjobb boxolója súlyos balesetet okozott, amelyért börtönbe is került, ráadásul megbukott egy drogteszten. Ő az első, akit megfosztanak egy címétől, annak ellenére, hogy mások is kerültek börtönbe kitüntetésük ellenére. Most érdekel, hogy a királynő ott ül a Buckingham palotában, a porcelán csészéből issza a reggeli tejáját, ott van, nem tudom, kivel beszélgették, a főkamarással, vagy nem tudom, kicsával. Aki beszél angolul. Az, igen. Hogy kerül el hozzá az a hír, hogy ez a boxoló, akit ennek egy ilyen kitüntetésen, az most egy autóbalesetet csinált, börtön van, vissza kéne tőle venni ezt a kitüntetést. Ez kizárt dolog, hogy ezt a királynő valahol olvasta, mondjuk az ottani, hát a számban. Vele. Nem, hát ezt itt írja alá, nem tudja, mit ír, aláírja, és akkor kész, már vissza van véve a kitüntetés. Ezt kívül a magyar kitüntetéseknek meg kell mondanom, én nekem van kitüntetés, de... Az is így volt, ott még kaptad, alányomták valaki, azt írják, Gáz, vigyelek aláírni. Rajta van, hogy visszavonásig érvényes, tehát a érdemes művésztől kezdve. Tényleg ezt meg nem olvastam. És akkor az nem érdemes művész lesz, vagy. Tehát az nagyon nem mindegy. Bocsánat, nagyon nem mindegy, most tényleg nem az ízlésenség kedvéért, de ahogy például az Oscar-díj jelöléseken is, az egy komoly amerikai filmhez ki szokták írni, ha nem is nyert, hogy mit tudom én, 7 jelölésben, a nem tudom milyen szintéget. Tehát lehetne olyan, hogy hosszú ideig Kossuth díjas, de már nem művész. Tehát azért az hozzátartozik a karrierjéhez. Nem, ennek örülünk akkor, hogy nem lehet ilyen. A művészeti díjakat azért mégiscsak azért adják, mert valamit akkor csinált, ez a fölött eljárt mondjuk később az idő, de az ugye a művészet és az erkölcs az egyáltalán nem függ össze. Hát, hogyha valamiatt követsz el, hogy akkor vissza lehet vonni, tehát gondolom náluk is van egy ilyen. De hát miért kéne visszavonni? Hát a művészet, hát fiát, ezt mondom, a művészet és az erkölcs, ez nem függ össze. Na jó, de hát mit tudom, érdemes művész létedre meggyilkolod anyádat, hát akkor azért... Kitűnő művész, csak közben kicsit. Nekem semmiféle magánközlemény jön, nekem semmiféle kitüntetésem nincs, semmiféle díjam fáj nincs. Ez neked? A legszebb úttörő. De hát miért lenne, János? Igen. Az itt egy... Tényleg 70 éve vagy a szakmában. És egyszer egy társaságban erről szó volt, és ott állt az akkori belügyminiszter, ez már rendszerváltás utáni helyzet, és azt mondja nekem, amikor ezt elmesélem, akarsz valamit? Mondom, hogy érted, ezt tegezzük egymást azzal a volt belügyminiszterrel. Mondom, hogy érted, azt mondja, milyen kitüntetést szeretnél? Kiváló mondom, semmilyen. Mondom, semmilyen. Azt mondom, de miért? Hát azért mondom, mert te kérdezed. Ha ez így megy, mondom, meg frankon el tudnál intézni? Azt el tudnám intézni. És mondom, te el tudod rólam képzelni, hogy én most azt fogom neked mondani, hogy kérek egy bababa ilyen és ilyen kitüntetést. Csak miért már annyian szóltak? Tudom, meg is kapták, és... aztán meg? Hát mondom, én nem szólok. És sok ilyen embert ismerek, és nem értem azt, hogy ő boldogan, sőt, nem fog neveket mondani, mert nagyon nagy sértés volna, de tudom, hogy ki brusztolta magának a díjat, ki brusztolta. És láttam, mikor átvette, meg volt hatva. Hát ő sikerült, hát te viccelj, hát hogy be? Hát de magától volt, bassza meg, de jól csináltam. Végül is, hogyha ez így van, hogy, mert ugye nem lehet tudni, hogy egy ember mit fog csinálni holnap, de akkor posztumusz kéne kiadni az összes díjat. Minden évben a kenti herceg és hercegné adja át Wimbledonba az első díjat, emlékeztek, ugye? És mikor kijön, akkor mindig beszélget a labdaszedőkkel is. Olyan marha kíváncsi vagyok, hogy miről beszélgetnek. Tehát ott odalép két labdaszedőz, és ott... Én elmondom neked közelebb, és azt mondja, szervusz, kedves kislány, ha egy centivel közelebb jössz, akkor onnan a lövészek át fogják lőni a fejedet, úgyhogy szerintem maradj ott. A másik közvetlenül.
De én azt hittem, hogy megkérdezem, hogy most sok labdát szedett, vagy mit lehet kérdezni? Miért labdaszedő lettél, kislányom? Kenti Herceg. Miután egy boxoló volt szó, csak a hét morális problémáját megkérdeztem tőletek, mert a fél sportsajtó ezen vitatkozik. A majoros, aki Athénben birkózó olimpiai bajnok lett, most a K1-be kirándult, és 2 millió forintért megverette magát. Mert eleve tudta, hogy meg fogják verni, az a K1, ez én már úgy kirándulnék egy K1-ból. Nagyon ütik vágják. Rugni, boxolni, igen. És mondta, hogy a családjáért teszi, 4 percig állt a sarat, lehet, hogy már a japán ellenfele 5 másodperc alatt ki tudta volna ütni, vagy szét tudta volna rugni, de 4 percig ottan vert, és aztán menekült. A bíró beszintette a küzdelmet, hogy szerintetek neki igaza volt, vagy most ártott a magyar sportnak? Hát attól függ, milyen anyagi helyzetben van. Ha rosszba, 4 perc alatt keresett volt. Annyit, amit egész évben a birkózásra keresett volna. Igaza volt. Hát szerintem is igaza volt. Igaza. Mert ha túléli, akkor igaza volt. Hát most 4 percig... Hát tehát nálam futballisták milliókat keresnek, megseverik őket, és szart sem csinálnak. Hát. Szűrös Mátyás szerint 1956-ban Kádár és Münich mellett egy harmadik név is szóba került Moszkvában, mint potenciális vezető. New Yorkból szóltak a szovjet fővárosba apró Antal érdekében. Szűrös mindezt történészekre hivatkozva fejtette ki a Magyar Fórumban, hozzátéve, hogy idézem, a pénzvilág lobbizott, mondjuk így, hogy ne zsidózzunk, mert ez etnikai kérdés is. De most hadd kérdezzek, mert biztos nagyon buta vagyok, de 56-ban nem... Nem lehet. De lehet. 56-ban nem hidegháborús helyzet de volt. De erőből dúlt a hidegháború. Szóval akkor elképzelhet, hogy valaki... Voltak, tehát hogy... De hidegháború volt, csak a Szűrös szerint jobban voltak. Tehát ja, a Szűrös szerint. De hogy ez elképzelhető szerintetek? Akkor, amikor annyira nem szó... Szerintem elképzelhető. Ülnek Amerikában, nem tudom, a Nemzetbiztonsági Tanács. Azt mondja, John. Nem mondd el. Mert ez annyira elképzelhető, hogy a Teddy ezt ja. Nem tudom, dokumentum, mondja, vagy ja. A Posgai adta oda neki, vagy nem tudom ki, hogy egy telefonbeszélgetést. Ezek vannak benne. Nem elképzelte, megszereztem a igen. Szalagot. Igen. Csak az volt a gondom, hogy jó, a Rothschild-váról legyen a Gálvölgyi, de ki lesz a Hruscsov. Hát alacsony, kövér, köpcös ember. Én tudom, hogy ott volt a Rusztyó felesége, csak nem szólt egy szó, hogy én is benne vagyok. Akkor, Juci, te kavargasd a teád! Jó, rendben van. Itt van a csájád, megy a... Tehát a helyszín New York, ugye? Manhattan és a Kreml. Én vagyok New York, csak hát azért... Halló, Nikita? Igen. És te ki vagy? A Rothschild báról. Tudod, a nemzetközi karvajtőke oszlopos tagja. Nemzetközi? Na mindegy. Honnan beszélsz? Innen a Wall Streetről. A Kóna, Grün és a Weiss is üdvözöl. Szervusztok, parancsoljatok. Kedves Nikita Szergejevics, összedugtuk a fejünket itt a zsinagógában. Itt mondjuk tőzsdének hívják. Lenne egy apró kérés. Lenne egy apró kérésünk, ne feledkezz meg a Tóniról teljesen. Az kicsoda? Egy magyar barátunk, apró. Azelőtt Klein. Klein? Klein, szóval nem Balsoy, Klein. Elfelejted utána kivégezni? Isten őriz? Na jó, nézd, legyen a Kádár a magyar helytartótok, de a Tóni is kerüljön fel a Münich mellé a dobogóra. Bárókám. Tudhatnád, a te szabad, az tényleg parancs. Nem fogunk róla elfeledkezni. Hát elfeledkezhettek róla, csak ne teljesen. Rendben szólok a Molotovnak, hogy kössön vele egy paktumot. A szokásos pénzt hova küldjük? Krem, félemelet 2, előrész passzíva. Dollárban jó lesz? Hát persze, Rubent, annyit nyomok, amennyit csak akarok. Pajas őrnagy majd elviszi az U2-es, csak nehogy lelőjétek. Hova gondolsz? Egy csőszkonyhóban fogják átadni a Volga partján. Egyébként amúgy mi újság? Semmi. Beriát kivégeztük, sztárilánya diszidálni akar. Melyingot? Micsoda idejük most van? Hát ti pedig üldözitek a négereket. No, csak a néger pénzembereket. Egyre kérnélek még. Ingyen megteszem, teljesen ingyen. Ne derüljön ki soha a közbejárásunk. Ugyanis nem sokára kineveznek hozzátok Moszkvába egy új magyar nagykövetet. Bizonyos Szűröst. Könnyen megjegyezte a nevét, ő is Mátyás, mint a Rákosi. Nagyon vigyázzatok. Nehogy megsejtse ezt az apró ügyet, mert tudod, ő jobboldali kommunista. És még úgy elfecsegi. Gondunk lesz rá. Kivégezzük. No. Éppen ellenkezőleg, legyetek nagyon udvariasak vele. Küldjetek Magyarországra minden utasítást vele hosszú éveken át, jó? Hát, ha egyszer emiatt elszégyeli majd magát.
Tök életszerűtlen szűrős elvtárs érte. Annyiban életszerű a szűrős elvtársnak, akinek az egész életpályája, végigolvastam, olyan nyílegyenes, mint a cikcak. Tehát, hogy ezzel a szájával ezt még nem mondta, tehát még nem zsidózott. Tehát ma valami hiányzott a szájából neki, és így az óceántól eljutott az érig. Én úgy gondolom, hogy, hogy 16 éve van Magyarországon demokrácia, engem idejébe figyelmeztetett. Bocsáss meg, és ezt ja, ő kiáltotta ki. Olyan is? Ezt úgy mondanám, hogy ez egy ilyen, és ezt mindenki egyszerre kezdte, ezt ti is, mi is, Szűrös Mátyás is, ebbe egyszerre kezdünk beletanulni. És hát vannak, ez egy ilyen kamasz dolog, és úgy kell rájuk tekinteni néhányukra, hogy olyan magatartászavarosak, vagy hiperaktív, tehát hogy ilyen kis kamaszként nézem én őket, és akkor mondják, majd segítenek nekik, valaki megnyugtatja, hogy az nem így van. Mert nem gondolnám ő, hogy egy rossz indulatú ember, azt én nem nézem ki belőle, hogy esetleg nem kíváncsi rá senki, és akkor ő így próbálna magára figyelmet fejlődni, vagy hogy valahonnan ő pénzt kap, ezt nem hinném. Hát viszont egy igen mély intellektus, ez kétségtelen tény, és hogyha alaposan nézzük őt egy darabig, akkor kezdjük megérteni, hogy miért volt olyan szar a Kádár korszak. Szerintem nem volt, nincs igazad, mert nem képtelenség, amit előkotoráztam. Ez abszolút hihető bizonyos körökbe, és mindent elhisznek. Hát ez, hogy azt se tudják már ki a Hrussov, miért ne lehetne, hogy az amerikaiak és az oroszok csinálták az 56-ot együtt. Olyan. Sok mindent be lehet adni az embereknek. Az apró Antal kicsoda. Na de hát erre appell, azt mondja Teddy, hogy igen, hát vannak, akik ezt be el akarják hinni. És hát el akarom hinni a Hóférként meg a hét törpét, akkor el fogom hinni, hogy van ilyen. Egyébként a Szűrös most nagyon sokszor együtt emlegetik a Posgaival, főleg a bal oldalon szidják ezt a kettőst, és én ezt kikérném a Posgai nevében, mert szerintem a Posgai egy sokkal színvonalasabb és érdekesebb ember. Az egész cikcakos múltjával együtt. Hát a Szűrösnél az Árpád apánk lova is színvonalasabb. Nem lehet bevezetni azt a szabályt, hogy mindenkinek lehetne a múltra vonatkozó hülyeségeket beszélni, ha tesz mellé ötletet a jövőre. Tehát, hogy oké, elmondja az újságban, hogy ez így van, csak akkor kérünk egy olyat, hogy jó, oké, Szűrös Mátyás szerint most akkor mi legyen? Mit csináljuk valami területen? Istenem, az én megmondaná, képzeld el. Az iráni elnök főtanácsadója a héten kijelentette, hogy Hitler zsidó volt. Oké, én csak az egészet csak azért mondtam, persze, hogy zsidó volt, hát nyilvánvaló. Én már azt is hallottam, hogy mindegy, ki sem mondom, mert még a végén beperelnek, akár joggal is, hogy ilyet mondok. Na mindegy, csak hogy, mert ugyanis, ha valaki a javaslatait leteszi, abból sokkal jobban látszik, hogy mekkora hülye. Ja. Ezt tapasztalatból tudom. Jó, gyere, gondoltál. Vizsgálatot indít a Bács-Kiskun megyei főkapitány az internetre feltett Police Hip Hop miatt, amelyen két egyenruhás férfi táncol fényvisszaverő mellényben. Ha kiderül, hogy rendőrök, parancsnokuk dönt a büntetésükről. A képen a pisztolytáskák és az övre akasztott bilincsek is jól kivehetőek. A háttér egy erdős terület, így elképzelhető, hogy pesti rendőrökről lehet szó, hogy függ ez össze, akiket nagy baracskára vezényeltek a madár influenza idején. Ez milyen a mondat? A lövedéket használnak, az is baj. Ha táncolnak, az is baj. Hát mi a szart kéne csinálni? Most de nem nézhetnénk ezt meg formál logikai alapokon? De azért, mert ugye, baj van a híre. Erdős terület, és azért, ezért pesti rendőr lehet nagy baracskán madár influenza idején. De körbe volt, nem olvastad el a hírt, hogy le volt zárva a terület, és rendőrök vigyázták madár influenza idején. És unatkoztak. És lehet, hogy nem találtak nem madarat, hogy madarat lehetett fogadni velük, és elkezdtek táncolni. Kacsatáncot táncoltak, az volt a baj. De bagatelizáld ezt a dolgot, mert ez egy őrület, kérlek szépen, hogy abból nincs vizsgálat, hogy gumilövedéket használnak, és abból van vizsgálat, hogy szórakozásban egy kicsit így csinálnak. Mi az a hip-hop? Hát, hogy ideugrik oda. De nem, milyen stílus az? Szerintem ez nem hip-hop volt, nekem ez ilyen elektrik bugi formációnak. De egyébként... Legyen meg a táncra készültek, gyerekek. És nem kerültek be a döntőbe. Különböző amerikai zenecsatornák mással sincsenek tele, csak hogy nagy darab bűnözőnek öltözött amerikai rapsztárok kocsikkal, kurvákkal és pisztolyokkal hadonásznak, akkor most, ha bűnözőknek lehet rappelni, akkor rendőröknek is lehessen. Tehát én néztem az interneten, ezt megnéztem. Igen. Két helyes rendőr, nem ugrál egy ilyen izébe. Szóval nem is értem, ezeknek az rendőröknek volt humoruk, a parancsnokunknak meg nincs. Miért? Szóval
Mondjuk te egy rendőrparancsnok vagy, én vagyok az ugrabugráló táncos. Találj ki valamit, hogy engem ezért még kell megbüntetni. Megmondom, azért azt mondom, Szilágyi törzsőrmester, megbüntetem magát, mert táncol. Majd fölállok, érted, és kimegyek a szobába. Most reklám következik, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen! Vannak olyan emberek, akik abban a betegségben szenvednek, hogy képesek alvás közben szeretkezni. Ezt a ügyességet. És ébredés után nem emlékeznek semmire. Tegye fel a kezét. A kutatásokból az is kiderül, hogy a pár gyakran még jobban élvezi az ilyen együttlétet, mint a hagyományosat. A szexonomia, szerintem szexomnia, nem? Nevű állapotot a kutatók az alvajáráshoz hasonlítják, gyógymódja pedig a stressz és a kialvatlanság megszüntetése lehet. Miért kell ezt gyógyítani? Én nem tudom, én olyan sokat alszom. Igen, milyen jó volt. Isteni volt. Azt hiszem, délután, ebéd után csak alszom, de ezek szerint nem. De azért kérdezd meg a Jutkát otthon. Ő nincs otthon olyan. Ja? Ebben az a zseniális, hogy rá fognak jönni a férfiak, hogyha szereznek egy olyan papírt, hogy az a különleges, ritka, kettős betegségük van, mert van az a betegség is, hogy elalszik a stressztől valaki hirtelen bármilyen helyzetben. Ez egy szörnyű betegség. És akkor még félre is léphet, akkor otthon meg van magyarázva minden. Csinálunk egy közvéleménykutatást már itt. De őszintén fogok válaszolni, ezt nem én mondja. Már sejtem. Ki az, aki már úgy szeretkezett így álmába, hogy nem emlékszik rá? Hát honnan tudhatnánk, ha nem emlékszünk rá? Ezt, ugye? Hát azt mondjuk, hogy szólt a feleséged, a barátnő. De ő sem emlékszik rá. Ő is milyen alszik. Akkor csináljuk azt, hogy ki emlékszik arra vissza, hogy mikor csinálta utoljára. És az álmomban. Én nagyon komolyan fölvetnék valamit. Erről csak úgy lehet tenni. Rengeteg ember mondja mindig, hogy milyen jót aludtam, és deszhetek aludni, és én ezt soha nem értettem, hogy miért jó aludni. Hát én nagyon keveset alszom, mert ugye 60 éves vagyok, de 90-et éltem, mert egy átlag ember összehasonlítom magamat, akkor én sokkal többet voltam fenn, mint de ő. De mi van a szexen nálad, Teddy? De miért szeretek az emberek aludni? Hát én megmondom neked, mert addig se vagy itt. Na de mi a jó abban, hogy nem vagy? Nem vagy. Nagyon most sok dolgot lehet elintézni az embernek éjjel álmában. Mondjuk speciál, nem a szexre gondoltam egész. De mit lehet elintézni? Gyógyítja a szervezetet, regenerálja. Igen. De az lehet, hogy jót tesz, de mit élveznek be? Azt, hogy nagyon szeretek hogy elalvás. Lesz. Az elalvás pillanatai jók, mikor tudod azt, hogy már így folyik szét az egész világ, és tudod, hogy nem fogsz megoldani ma már semmit, hanem ellazulhat. Jó, hát ezt piával is meg tudod csinálni. Hát én úgy alszom már, hogy... Én azért mondom neked. És nekem nagyon jó álmaim vannak például, Isten. Az is jó az álma. Hát most Teddy, mennyiben jobb, ilyen halálfáradtan azt mondtam, hogy Miminek, még megnézzük a következő képtájat. Hát mennyiben jó. Nem tudom. Volt egy haverom, az mindig lement a könyvesek, és reggel 6:30-kor ugott be a kocsmába, mert azt mondta, hogy akkor negyed osztályú áron belül nagyon olcsón, és egész nap részeg marha jól érzi magát, a sok hülye, pedig méreg drágán éjjel 2-kor iszik, amikor utána döglik az ágyba, és nem tudja, hogy ő részeg. Logikus megoldás. Ez is egy de reggel rájön. Amúgy hol van most az illető? Tessék? Nem, egy kicsit gyorsabb voltam még saját magamnál is. Megint egyébként a szexre tértünk vissza. Azért jó aludni, mert akkor nem vagy ébren. Ilyen egyszerű. Meg hát lehet dugni közben. Akkor vagy ott igaz. Ott annyit, ott alszol örökké. Csak nem fogok fölébredni. Például egyáltalán nem tudom, mi álmok jönnek a halálba. Mondja Hamlet jelenleg. Igen, erre gondolok. Képzeld el, biztos olyan a szervezetet, hogy te így regenerálódsz. De más embernek kell az alvás. Nekem 10-12 óra elég. Nekem annyi már nem kell. Azt viszont nem tudom, hogy mitől van, de rengeteg poén jutott álmomba eszembe. Na látod, akkor nagyon keveset alszom. És emlékezel? Mimi nem szereti, mert akkor fölkelek és gyorsan leírom.
És ezt nem tűnt, alva írsz. Feri, volt a Babicsnak egy története. Nagyon sokszor álmodott verseket, de remek műveket írt álmában. És amikor felébredte, akkor mindig elfelejtette, hogy mit írt álmában, csak arra emlékezett, hogy van olyan zseniálisat talált ki éjjel, hogy az emberiség egyszerűen tökön szúrna magát a gyönyörűségtől, csak nem tudja, nem emlékszik már rá. És egyszer úgy döntött, hogy megoldja ezt a kérdést, oda tette az éjjeli szekrényére egy papírt, meg egy ceruzát, és úgy gondolta, hogy ha gyönyörű támadik, akkor fel fog ébredni, gyorsan leírja. És meg is történt, egyszerűen valami zseniálisat álmodott megint, valami földrengetőt, felébredt, kapta a papírt, ceruzát, gyorsan leírta, álomba szenderült, és reggel tudta, hogy a mű rögzítve van, ott van a papíron. Izgalomtól dobogó szívvel kezébe vette a papírt és elolvasta a művet, ami így szólt, hogy Magyar Péter, Magyar Pál fehér papírt kapírgál. De állítólag az álom az csak néhány perc, azt hiszem ébredés előtt, vagy, tehát egy nagyon rövid... Az álom? Az igen. Nem érdekes már, mert így bármelyik szórakozó ilyen diszkóba, ilyen kis pirulákba megveheted, és akkor... George Michael állítólag 1,5 millió fontot, azaz csak nem 600 millió forintot kapott egy koncertért, amit egy orosz milliárdos újévi partiján adott. A meg nem nevezett üzletember Moszkva környéki házában egy óráig szórakoztatta a 300 meghívott vendéget. A mai újságban volt benne, hogy viszont ott hagyta a felszerelését, tehát mindenét, és az meg leégett. Úgyhogy ez elég drága koncert. Hol a bajod? Kint van, föllépennél a Szergejevicsnél. 40 forintért. Az van nála egy magas gázsi, mit tudom. Te egyszer nem léptél föl valahol egy családnál? Én nem. Nem te mesélted egyszer, hogy egy családnál léptél föl? Nem. Én már léptem föl. Én nem. Én a rendszerváltás után egy ilyen vállalkozásba gondolkodtam egész komolyan. Gondoltam, hogy a kapcsolati tőkémet, hogy finoman fejezem ki magam, fölhasználom, ismerem a Gálvölgyi is, mindenkit ismerek, akiket ki fogok közvetíteni gyerek zsúrra, ha van rá igény. Mit tudom, igen, például te apósod is benne volt, ő bűvész, gyerek zsúr, bűvészkedik rendes gázsiért, amiből én leveszem a 15% hasznomat. Mennyi? 15%. Akkor még. A lényeg az, hogy elkezdtem ezt, a másik oldalról elkezdtem így kérdezgetni a barátaimat, hogy én csinálnék egy ilyet, feliratkoznának az én listámra, vagy sem. Magyarul kötnénk-e szerződést? Szinte egyöntetű nem volt a válasz. Hogy képzelem azt, hogy ő Tóth Béla esküvőjén fog szavalni, énekelni, táncolni. Miközben elmentünk az alsódabasi bármelyik. Voltam. Most már szerintem elment. Elmennél, ha rendesen megfizetnek, vagy ha te volna? Voltam. És mi az, amiért nem mész? Hogy kihöz kell menned? Vagy hogy mennyi pénzt nem adnak? Nem, a gázsit meg kell, hogy őszintén mondjam, az nem sokban emeltem meg. Adnak két csirkét, vagy mi vagy? Nem, hát normál gázsi volt, ez természetes. És mit kell csinálni normál gázsi? Hát fölléptem, elmondom neked, rendszerint feleségek szoktak megkeresni, hogy a férjüknek van egy jeles ünnep, a születésnap, és hogy azon lépjek fel, mert kedvelnek engem, és akkor én nagyon kedvesen... Fel kell lépni? Fölléptem. Igen. Fölléptem. Más, igen. Nem, hülye vagy? Csak azért, mert jobban fizetik, és már kapcsolatban jobban. Az rendszerint egy nagy rendezvény, és akkor én azon elmentem, és fölléptem. De hol ott a hajtófélfa között megállsz, és soha se volt. Nem, ez rendszerint kivált. De nem mind. Ez kibérelnek egy helységet, tehát itt azért van rá ja. pénz. Na én megmondom őszintén, bőven még 70-valahányban, egyszer kaptam egy meghívót a kamaraval, értembe léptem, följöttek, hogy elmennék-e vala fellépni, vár engem egy Mercedes, várt egy Mercedes, ez 150 forint volt a gázsim, azt mondták, ezzel ne törődjek, elvittek egy helyre, tudom a címet is, ahol csak álarcos urak és hölgyek voltak, és akkor, igen, és akkor nagyon sok neves művész volt ott, ez egy nagyon érdekes hely volt, aztán később találkoztam vele a főiskolán, mint tanárommal, és akkor az ajtófélfák között meg kellett állnom, le volt rakva két gyertya, azt mondták, egy hölgy ott ült, ezt mondta, adja elő a művészetét, és akkor előadtam színészparódiákat, és akkor ide bedugott nekem 1000 forintot, ami elképesztő összeg volt, és akkor mondták, hogy ehetek is ott valamit, mert a Mercedes elvinne a bánat,
be engem, de nem tudtam, hogy hogy kell enni, olyan dolgok voltak kardlom, nem is láttam ilyeneket, mondtam, hogy már ettem rakott krumplit délután. És, de én hetekig úgy jártam, hogy le fognak tartóztatni, most sem tudom, hát már sejtem, hogy milyen összejövetel volt. Elképesztő megalázó volt. Érettségi öltönyben ott álltam. Én nem éreztem egyáltalán. Én engem rendesen oda mentem, fölállt a zenekar, vittem a saját zenekarocskámat, és kifizettek, és kész. De nem lakásom voltál, tehát nem a fürdőszobában álltál. Nem. Gondolkodtam, hogy ha 8 család meghív meg közösen szilveszternek, vagy bármit, hogy az miért megalázó, mint elmenni egy rosszul behangosított helye, ahol 20 részek van valami cégnél, és ott idétlenkedsz, nem hallanak, megmondom, belebeszélnek a szövegedbe. Hát engem meséltem, leánytak egy sportbálon konferálásra. Első jó írma, de én ismertem a műsorát. Nem. Na de folytasd! 10 percet kell killened, és a második percben lehánynak. Föl kell venni a kesztyűt. Ma zavarba lennél, hogyha most egy komoly helyre meghívnának, egy tisztességes összeget ajánlanak, hogy nem mennél el. De. Lakása nem biztos. Én nekem a nagy vágyam az neki, hogy mondjam, hogy egy ilyen újságban olvassam, hogy Szilágyi János egy 3,5 milliárdos zűrzavaros ügybe benne van. Imádnám. Mert valószínűleg benne volnék, mert ha megírt, valami van benne, mondjuk egy milliárdba biztos érdekelt vagyok, és sose lenne semmi bajom. Tudtok valakit, akinek ilyen milliárd fölött bármi baja volt? De a P-mások azok asztalozhattak, például a humoristák miért nem mehetnek így asztalokhoz, hogy elmondom a kedvenc... Én voltam, bocsánatot kérek. De nem az, oda mész az asztalhoz, hogy elmondod a kedvenc viccét. Én asztalnál voltam, szilveszterkor szervezett valaki. Lényeg az, hogy csak külföldiek voltak, 5 teremben kellett fölépni, és akkor rájöttem, hogy csak külföldiek vannak, oda mentem, azt mondtam, hol ülnek magyarok? Én vannak. Oda mentem, mondom, jó estét kívánok, boldog új évet kívánok, mondjon egy színészt, azt mondtam, mondom, látni. Jó, azt látni, és kész, és fülbe. És így körbe mentem, és nagyon szépet kaszáltam, úgyhogy... De az nem két ajtófélfa között nem, volt. Nem, ez egy nagy étterem. Egyszer, amikor ilyen nagyon megalázóban voltam, és dühösen el akartam rohanni, és akkor a Bonc ilyen nagyon csendesen megszólalt, azt mondja, azzal nem sérted meg őket, ha itt hagyod a gázsit. De hát én azt olvastam, Magyarországon volt, én imádom a Bonnie Tylert, nem tudom, hogy tudják, hogy milyen hangja van neki, hogy egy magyar palinak a szülinapjára meg volt hívva, elénekelt 5 számot, adott egy puszit, ment a külön gépe, tehát külföldiek, igen, nagy sztároknak. Liza Minnelli 50 000 dollárját évekig. Sőt, hát én sokkal olcsóbb voltam, de nem. 1760-ban egy Eszterházy Miklós nevezetű ember meghívott a lakására egy zenészt, aki aztán ott maradt évekig, Haydn-nak hívták. De képzeld, a Váncsa Pistát meghívnák egy ilyen buri, azt mondja, írjon már egy vezércikket, míg itt megesszük a desszertet. De én a Váncsát meghívnám, csak hogy legyen ott velünk. Egyeztetjük az időt már évek óta, de nem jött még össze. Egyszerűen ön akkor nagyon csodálkozott vettünk a közönség. A negyedik szám volt, és úgy csodálkoztak, és kérdeztük, hogy ez nem a Gagarin hülye, ő mi mondták, nem ez a toj, ez előfejtő. És kiderült, hogy ők nem gondolták, hogy itt műsor lesz, mi eltévesztettük 20 km-rel a térképen. Volt sok nő, gondoltuk, nóna, bementünk, beszéltünk, és csináltuk a műsort, nagyon örültek nekünk. Csak nem fizettek. Nem. Beosztottjába szerelmes Kóka János. A lengyel-magyar hölgyet már a lányának is bemutatta a miniszter. Kamilla 1,5 évvel ezelőtt tetszett meg a miniszternek, de Kóka egy évig csak kerülgette, majd minden bátorságát összeszedve elhívta ebédelni egy szentendrei étterembe. Kamilla rövidesen távozik a minisztériumból. De miért a Kamilla? Vagy... Ez nem egy hír. Szerelmes a Kóka. Nincs neked semmi romantikát. Na, hát igen. Most a Rogán is szerelmes, és még tél van, hát itt tavasszal olyan dühögés és balcogás lesz a parlamentben. Én főleg a dühögéstől félek. A balcogás az micsoda? Micsoda? Váncsa balcogás az micsoda? Azt hiszem, most az őzek csinálják, vagy a szorvasok? Az dühögés csak mély hangból. Nagyon sokat csináljuk a szavarra lehetőségünk. Barcoghassanak az emberek is, én azt mondom, mi az, hogy csak az őzek barcoghatnak? Igen, márciusban újra barcogunk majd. És a Kóka is felveszi a felesége nevét? Vagy a mennyasszonya nevét? Vagy?
De talán ez az első hír, hogy politikusról ilyet írnak. Ne, hát én a Rogánon izgultam még az elmúlt két hónapomat, tehát olyan szép szerelem volt. Tudod, hogy tudatosan hozzák nyilvánosságra, mert rájöttek, hogy rendkívül sok az ilyen típusú lap, hogy népszerűek lesznek ezzel. De utána fél évvel, ha valaki mond rájuk egy rosszat, akkor egyébként teljesen jogosan, paprikavörös fejjel, ők fognak öröngeni, hogy a családom szentsége is nem hagyom, és a babbara. Hát miért nem lehet azt kibírni, hogy az ember a munkával legyen népszerű, ne a csajával? Hát mert azzal egyszer nem tudom megérteni. Dél-Afrikában 22 turista rekedt egy barlangban egy túlsúlyos hölgy miatt, aki beszorult a szerelem alagútjának nevezett járatba. Nem csak, igen. Csak 10 óra elteltével folyékony parafinnal tudták kiszabadítani. Hát a vazelit nem is ismerik. Az újévi mentőakció 1 millió forintba kerül. A szerelem alagútja. Én ezzel gondolkodtam, hogy hát gondolom, fő, hol van, Dél-Afrikában. Következő. Ja, ötös. Ja. Az előbb a tényes volt. Ja, mert azt én már elraktam. Fel van öltözve, és akkor hallottam olyan szerelem alagútját ról, ami olyan szűk volt, hogy valamilyen sikosító kellett hozzá, de nem voltak mögötte 22-en. De ha ez egy kuperányban volt, előfordulhat. De egy ilyen alagút használatáért, mint az alább, és ez 1 millió forintot kellett fizetni, abban az alagútban már többen jártak, mint 22-en, azt tudni. De ez egy maradság, amit elolvastam, benne volt a hírban, hogy ugyanakkor a hölgy beszorul, de mellette párnát, matracot, hát, ennivalót adtam. Nyilvánvalóan a feje fölött még volt egy kis rés. El se tudom kézzel, minek van, ha rajta keresztül kell beadni mindent, János, hogy az borzasztó következménye. Hölgy alakú vájat nincs a barlangokban, tehát azt azért nem így csinálják pontosan. Igen, két oldalról megfogja, akkor még lehet, hogy levegőt kap meg, hát be tudnak adni ilyen. És akkor be kell várni, amíg lefogy? Tehát, ez a Mickey Mackó volt. Egy hétig éhezik, és akkor... A Mickey Mackó volt. És nem került volna 1 millióba, sőt, és spóroltak volna. És jövünk hét az anyukám egy hét múlva, egy hónap múlva, fogy lesz éppen. De az Amerikában ezt a kérdést nagyon jól megoldották. Van egy múzeum a nyugati 46. utca végén, van egy repülőgép hordozó, meg egy tengeralattjáró, ami be lehet menni, és ugye szét lehet benne nézni. Na most mi tudjuk, egy tengeralattjáró a szűk, ugye ott nagyon szűk átjárók vannak, ott ők nem akarták, hogy a kövér asszony beszoruljon a szerelem alagútjába, és ezért van a bejáratnál egy, hogy is mondjam, egy sablon. Egy olyan sabló, mint a repülőtereken van, hogy a kézipodgyásznak tudom, beteszi az ember, ha belemegy, akkor fel lehet fűni repülőgépre, nem. Egy ilyen luk, jön a vendég, és azon, ha át tud menni rajta, akkor ugye lehet a tenger alatt járó, ott elfér mindenütt, nem tud átmenni, hát akkor annyi. Én meg se kíséreltem. Akkor még nem voltam ilyen snájdig, mint most vagyok, hanem akkor ilyen szélesebb voltam, úgyhogy láttam azt a sablont, hogy ezt nem. Viszont megfigyeltem, hogy mi történik a továbbiakban, és kérem szépen, az történt, hogy jöttek a, mondjuk nálam is esetleg kevésbé snájdig úriemberek, messziről meglátták a sablont, és elfordultak. Bent mindenki a francba. Tehát a sablon puszta látványa erősíti az önismeretet. Kivéve a magyar csoport, aki egy kis dugi pénzért elintéztette az alternatív sablont, ugye, hogy nem néz oda az őr. Egyébként én azt említ, én már nagyon óvatosan merek csak nyilatkozni különböző magyarországi látványosságokról, mert egyrészt állandóan megszínnak, másrészt végül is oda kell majd mennem nem sokára, és hogy én nem értem, hogy miért megy barlangba. Hát miért megyünk barlangba? Én egyszer voltam a gyerekekkel, nem nevezem meg, hogy melyik barlangba. Gyerekek, hát lementünk először is a föld alá nagyon sokáig. Szerintem az már barlang volt, de volt ilyen tárlatvezetés. Hol kezdődik ugye a barlang? Én úgy megálltam valamit, nézni, hogy ez már barlang, tessék, nem maradozzunk, nem el, aki nem marad, az meghal, ha ilyen, így indult. És tényleg úgy kezdtem, akkor utána nagyon sokáig néztünk ilyen villany vezetékeket, mert az volt a barlangban, majd leérkeztünk ilyen termekbe, amik ekkorák voltak, és volt bennük 4 kavics, és azok voltak valamik. És azt kérdezte, a barlangban mi a jó? Hát kérlek szépen, ez egy ilyen archaikus érzelem, ami oda vonzza az embert, mert ugye az eleink annak idején barlangban laktak, ugye elment az ember, megyasszony keresni, főbecsapta, bevonszolta a barlangba, elment vadászni, főbecsapta, bevonszolta a barlangba, és egyáltalán a barlangban volt minden, ami jó, tudod? És amikor te bemész a barlangba, akkor kijön belőled az ősember, vagy illetve hát feltámad benned az ősember, és akkor bakogni kezdesz, és előveszed a bunkót. Tudod, és akkor ez jó dolog. Na, erre gondolom azt,
Nyugodtan lehet tapsolni, mert valóban nagyon jó volt, csak hát igaztalan és csúsztatás. Igaztalan és csúsztatás, mert tisztelt bíróság, a barlang abban az időben a lehető legkevésbé szar hely volt. De most, manapság, amikor kávéház, ágy, tévé, taxi, utca, város, akkor a barlang mostanra sajnos besorolódott a legszarabb helyek közé. Hát ki megy abba, miért jó a barlangba? Azért kérlek szépen, mert barlangban, hogy is mondjam, azt lehet mondani, hogy millió évekig laktunk, persze nem a homo sapiens konkrétan, hanem az összes elődje, tehát millió éveken keresztül volt lakóhelyünk a barlang. Nem második otthonunk, első otthonunk volt a barlang. Kávéház van 200 éve, hát akkor evidens, hogy a barlang a fontosabb. Te már megszokok egy étel, kinyitok egy általam ismeretlen étterem ajtaját, benézek, és nem tetszik. És inkább mész a barlangba. Nem. Kimegyek. Akkor benéztél a barlangba, ott álltál a barlangba, állt, azt mondod, az igen szar hely. Akkor miért nem jöttél ki onnan? Miért? Hát ezt mondanám a feleségemnek is, ugyanezt mondtam a barlangba, hogy az rendben van, hogy én meg ők mit keresnek. Jó, itt, de hát hol? Rendben van, tudom, hogy hát a gyerekek miatt, már hogy lássanak a barlangot. Azon bocsánat. Provokatőr vagy, mert ugyanazt csináltad a piaccal, a múzeummal. Bocsánat, ne, ha erre hadd veszem. Én mondtam, hogy fele ennyi pénzén, ha barlangot akarnak látni, csak akkor ide. Bemegyünk a budiba és lekapcsoljuk a villanyt. Barlang. Az is barlang. Jó. Szóval minek volt? Igen, figyelj. Hol laksz? Ne mondjál pontos címet, de kb. Hol laksz? Körülbelül a 13. kerületben lakom. Cseppkő van nálatok otthon? Nincs otthon cseppkő, vízkő van. Turmalin van például? Turmalin. Vagy ahát? Ahát is van. Ásványok vannak? Nagyon sok. Voltál te már ásványbarlangban, ahol ásványok vannak? De az ásványbarlang az nem. Mert hát az gyönyörű. De nem gyönyörű. Gyönyörű. Mert azt mondták nekem, hogy nézzek oda föl, és ott van egy ilyen pöcök, és az 3 millió év múlva már odáig fog érni. Most álljak ott 3 millió évig? Hát az Ahát Múzeum az rendben van. Az Ahát Múzeumnak van ajtaja, meg egy portás, meg büfé van benne. Ott meg tudom nézni az Ahátot. De nem neked nem ez a bajod, szívem neked. Az a bajod, hogy neked irányítják a figyelmedet. Te azt nem bírod egyedül. Meg az, hogy bebaszom a fejem a barlangba. Hát nem rá van kitalálva, így mentem végig. Jó, mert az ősember korábban dinoszaurusz volt akkora, mint te. Hát ekkorák voltak az ősember. Lehet, hogy én valahonnan máshonnan származom? Egy biztos, hogy azokat nem te rajzoltad fel a falára. Az biztos, hogy nem. Lehet, hogy nem, az én családomnak azért van hosszú fark és pici agya. Befejezem, mert rám szólt a néni az utcán, hogy csúnyán beszéle. El is küldtem. Csókolom, ne tessék haragudni, vicc! Ez a vicc! Azt olvastátok, hogy szilvesztek, ott 14-en szilvesztek egy liftben, mert valahol Németországban az is hasonló ez a barlanghoz. 3 órát bevon. Az emberi hülyeség az nem ismer határokat. 3 órát egy liftben azért elfogy a témád, nem? Én akadtam el liftbe, és az nagyon rossz érzés. Hogy? Én meg egyszer szilveszterkor szedtem ki egy embert egy liftből. De miért? Hát lehet, hogy ott akart szilveszter. Nem. Komolyan, egyszerűen nagyon egyedül voltam, ez még évekkel ezelőtt volt, és így mentem az utcán, és így hallottam, hogy ordítanak. És már szilveszter volt, már el is múlt szilveszter. Azután volt egy olyan 10 perccel, képzeld el ezt. Bementem a házba, hogy néztem, és hallottam, hogy a liftet verik, és akkor kívülről kimentettem, mert hihetetlen technikai érzékem van. Jó. Jegyet rendelni a 061-788-54-01-es telefonszámon lehet a 1117 Budapest Sopron út 40. A címünk a Teletext 637-es oldalát nézzék meg. Írjanak levelet a hetietes@rtlklub.hu e-mail címre, és nézzék meg a www.rtlklub.hu e-mail, vagy ez oldal. Igen. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.